Egész évben az átkozott nyárra vártunk, és akkor tessék, mi van? Ilyen 40 fokok vannak, hőségriadó, melegrekordok, és a többi, és a többi, és nekem, hát nem mondom, hogy két évtizedembe került kifejleszteni az ellenszert, a kiszáradásra. Motoros baleseti statisztikák szerint a három fő motoros baleseti ok a friss jogsi, tehát a tapasztalatlanság, a gyors hajtás, most természetesen nem az, hogy 90 helyett 100-zal mész, hanem úgy brutóban, amikor tudod, hogy sok volt, és az alkoholfogyasztás, ami nekem meglehetősen megdöbbentő, nekem nem jutna eszembe részegen motorra ülni, de én is tudok olyan esetről, amikor hát ismerem is azt, akivel együtt sörözött az illető, aki aztán olyan nagyon csúnya motoros balesetben halt meg a rakparton. Van szerintem még egy fontos ok, amit ugyanúgy nem vésnek be a statisztikába, mint például autóbaleseteknél. Mondjuk nem lehet tudni, hogy valakihez berepült egy darázs, bepánikolt, össze-vissza csapkodott, aztán frontálisan ütközött, ezek az ismeretlen okú balesetek. És szerintem motoros baleseteknél én úgy képzelem, hogy sok olyan van, hogy kiszáradt a motoros, tehát motorra nem szívesen állunk meg, nem szívesen iszogatunk, hát a pisi szünetben esetleg, ha vittünk magunkkal egy termoszban vizet, sokan ugye csak tankolásnál, hogy akkor elintézzük mind a kettőt, de hát a tankolás a legkisebb tankú motorok, egy Harley Davidson régi Sportster azzal a két galonos tankjával, az is elmegy 150 kilométert, szóval az kevés. Úgyhogy én eleve, hát nekem ez az alap, szedtem, ez a Decathlonos termosz kulacs, a literes. Hogyha egész napos túrára megyek, ebből viszek magammal kettőt, mert hogyha meleg van, ha ilyen 30-35-40 fok van, akkor egyszerűen muszáj magunkba nyomni erőszakkal a vizet, mert mire szomjasak vagyunk, addigra dehidratálódtunk, és ha dehidratáltak vagyunk, nem vesszük észre, csak úgy tompulunk, szarabbak a reflexeink szerintem, kicsit hasonló, mintha belennénk rúgva, tehát olyan furcsa kataton állapotba kerül az ember, szóval két, hát szerintem ez a legolcsóbb, a két Decathlonos termosz kulacs, mert ugye ebbe, hogyha reggel berakjuk a vizet hidegen, akkor még délután is iható hőmérsékletű, de még mindig itt van az, hogy nincs olyan hős, aki fél óránként vagy negyed óránként megállna, hogy igyon mondjuk 10 kortyot, mint a teniszezők, hiszen nálunk nincs megállás a motoron minden rohadt gém után. Úgyhogy, hát fogadjátok szeretettel az én megoldásomat a hőségriadóra, szintén a Decathlonban. Ezt tudjátok mi? Nem sztómazsák, tehát nem a gyomor vagy bélműtét után, amikor, vagy vastag bélműtét, nem tudom milyen bélműtét után, ugye mikor kivezetik a székletet egy ilyenbe. De olyasmi, ezt ugye futóknak árulják, ez a camelbackbe való betét, amiből iszogatnak a futók szintén azért, hogy ne legyenek dehidratáltak. Különböző méretekbe kapni camelback nélkül is, bár a keresni kell, illetve oda kell menni a helyszínre, mert én például, mondjuk ez 2 éve volt, webben nem rendeltem meg. Szóval ebbe fér 2 liter víz. Fogjuk. Kicsit lassan jön ki a víz a Decathlonos kulacsból, de szűrős, tehát igazából cold brew teát, zöld teát például csináltunk benne, tök legális. A zöld tea hidegen, és hidegen főzve, na, és akkor itt van a zsákunk. Ez most 1 liter, de higgyétek el, belefér 2 liter víz. Ha csak 1 litert rakunk bele, akkor ugye ezt itt ráhajtjuk. Ezzel lezárjuk, és hát hova rakjuk? Adná magát a gerincprotektor zsákja, de ott már van egy gerincprotektor, de ha valakinek óriási gerincprotektor zsákja van, akkor felőlem berakhatja. Én azonban azt mondom, hogy a combtáska minden motoros legjobb barátja, erre is tökéletesen alkalmas. Én azért kezdtem combtáskát hordani, mert egyfelől szeretek militari shopba járni, másfelől, hát hogyha valakinek nem beggerre van, tehát kell magánál vinni, magával vinni cuccokat,
pár dolog mindig kell, hogy legyen nálam. Hát most is ugye napszemüveg és plexi tisztító folyadék, 50, ja, svájci bicska, 50-es faktorú ilyen napkrém, hogy ne nézzek úgy ki, mint egy idióta, ez az idei projektem, hogy ne majom pofára barnuljak, hogy csak az orrom meg itt egy kicsit. Na, meg esetleg valami kis alapszerszám, és régebben én ezt övtáskával oldottam meg, tehát övtáskába raktam ezeket a dolgokat, de meg a telefont, meg kulcsokat, meg mit tudom én, csak az övtáskánál mindig para volt, hogy mi van, ha elpattan a csat, és nem veszem észre, és elvesztem. De combtáskánál ugye megvan az az előnyös tulajdonság, hogy két csat van. Tehát, hogyha az egyik véletlenül szétmenne, akkor még itt a másik. Szóval szerintem jó cucc, és akkor mit csinálunk? Ugye itt van ez a jó kis gégecsövünk, ezt itt fölvezetjük, át például a nyakláncon, és itt kicsapjuk valahol, és akkor menet közben, hát zárt bukóban lehet, hogy be kell nyomni a bukóba, nem tudom, sose volt zárt bukón, vagy nagyon régen, de nyitható bukóban, akkor felnyitjuk, és ja, kiszapogatjuk. Igazából, ha otthonról indulok, akkor én citromot is szoktam, citromlevet rakni bele, mert a citromlé valahogy ihatóvá teszi, poshat melegen is a vizet, plusz lehet vele még mindig plexit mosni, meg kezet mosni, arra is jó, ugye a citromos víz osztriga után, vagy egy rákat ettük homár, amikor egy homár vacsorára véletlenül megálltunk, és így aztán nyomhatjuk magunkba a vizet, tehát mondjuk 10 percenként én szoktam kb. Ilyen 10 kortyot ezzel benyomni, akár ugye egy 2 óra alatt betolja az ember, és akkor igen, úgy megy a dehidratálódás, hogy az ember a pisi szünetnél inna, de annyira izzad, hogy igazából pisi szünetek se nagyon vannak, csak megyünk, és a végén betompolunk. Na, szóval jobb hidratáltam, és egy érdekes jótétemény, amit felfedeztem, hogyha az ember a pólója mellett hozza fel, akkor izzadt testünk valójában hideg, tehát bármennyire meleg van, bármennyire átveszi a 40 fokos környezeti hőmérsékletet ez, az a víz, ami itt áll a csőben, az első 8-10 korty, az mindig hideg lesz. Na, és akkor, hogyha kiittuk, és véget ért a túra, most nem iszom ki a videó kedvéért, akkor azért fontos, hogy ugyan egy túrát végignyomhatunk, akár egy hetest is, egy szettel, de aztán ezt eltenni, ez természetesen szétszedve kell, mert különben berohad, tehát itt lehúzzuk ezt a csövet, lehúzzuk ezt a másik bizbaszt, meg lehúzzuk róla ezt a szopókát, plusz magát a tasakot is úgy rakjuk el, hogy rakunk bele valami távtartót, akár egy poharat, akár én egy zoknit szoktam, hogy össze ne rohadjon, és akkor évekig működik, mondom, ez is nálam már legalább 2 éve megvan. Ugye, és ha az ember hidratált, a hidratált ember sokkal jobb döntéseket hoz, sokkal megalapozottabban vállalja, vagy nem vállalja el a következő kanyart 2-esben, vagy 3-asban. Sokkal jobban választja ki a féktávokat, sokkal jobban látja az érintési pontot, és sokkal jobban figyel, hogy melyik bekötő útról, mikor megy eléje valami fogalmatlan